1848. március 15-én kitört az akkori szóhasználat szerint Pest-Budán a forradalom. A magyarság egyik legfontosabb nemzeti ünnepének előestéjén fáklyás felvonulást tartottak a Nagykunság fővárosában. A fáklyás felvonulásra felkérést kaptak a városban működő általános iskolák, illetve középiskolák, hogy tiszteljenek meg bennünket, és a tanulóikkal vegyenek részt a fáklyás felvonuláson, ahol közel 500 gyermek vonult végig a város főterén. A nemzeti színben kivilágított karcak kincse művészeti és konferencia központhoz kiérkező felvonulók meghallgathatták Gánóczi Ferenc középiskolai tanár előadásában a nemzeti dalt, majd zárásként közösen elénekelték a szózatot.